A TV Eger a hosszú hétvégén és húsvétkor is számít a nézők figyelmére. Április 11-én szombaton 18 óra 30 perctől a Transbüki Átkelés című összefoglalónkban a bükfensík fokozottan védett, a látogatóktól elzárt területein kalózoljuk végig a nézőket. A 20 órakor kezdődő Szomszédvár című turisztikai magazinműsor segítségével pedig távolabbi vidékekre is barangolhatunk csatornánkon szintén szombaton indul a TV Színház. A Gárdonyi Géza Színház és a TV Eger együttműködése jóvoltából hétvégenként egy-egy előadás sugározunk felvételről, kezdésként szombaton és vasárnap egyaránt 20.30-tól a Hamlet című drámát tekinthetik meg. Április 12-én húsvét vasárnap a 18.30-kor kezdődő hitvallás című műsorunkban a katolikus, református, evangélikus, baptista egyház vezetői fejtéki gondolataikat a rendkívüli helyzetről, a megpróbáltatások elviseléséről, a húsvét ünnepéről. A vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatja be, és az egri érseki papnevelő intézet közösségi oldalán lesz nyomon követhető. A kormány előírásaival összhangban fontos, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében maradjanak otthon, nem érdemes a kiemelt kiránduló helyeket felkeresni, ezt kéri például a Szilvásváradi önkormányzat is. A község polgármesterek közölte, április 10-től Április 14-ig lezárják az összes önkormányzati parkolót, a település utcáiban pedig tilos lesz a megállás. Az erdei kisvasút nem üzemel, a vendéglátóhelyek, múzeumok, turisztikai attrakciók zárva tartanak. Ugyanígy jártak el Noszvány síkfőkút esetében is, az önkormányzati parkolót, sétányokat, tórétet, gátakat lezárták, az ellenőrzést rendőrök fogják biztosítani. Valószínűleg hasonló korlátozást vezetnek be a többi közkedvelt bükki kirándulóhelyen is. Ne feledjék, vigyázzanak magukra és egymásra.